Őt egészséget, kedves bajtársak! Ez a Gavel Gamechina, kaptúrőrmester pedig szolgálatra jelentkezem, hogy elég régen találkoztunk utoljára. Ennek az oka nem más volt, mint azt, hogy csipett egy bogár, úgyhogy egy pár napig elég szarul is voltam. Utána pedig voltak nálunk vendégek, és úgy más volt a prioritás. De most újra itt vagyok, és Mercariusszal fogjuk továbbvinni így rögtön a mai napot. Hogy egy kicsit panaszkodtatok a felől, hogy ez a kezdés nem volt valami fényes. Hát ugye szerettem volna azt azért megmutatni, hogyha realisztikusan kezditek a játékot, és úgy döntötök, hogy kereskedni fogtok, akkor ez nem úgy fog működni, hogy egyből bemész a városba, és már viszed az árut a szélrózsa minden irányába, hiszen se dinárod nincs annyi, se felszerelésed, se pedig semmi nincs arra, hogy ezeket a dolgokat egyből megvalósítsd. Úgyhogy csináltam most szépen egy pár kört, megnyertem egy pár lovagi tornát, szerencsésen sikerült lovakat nyernem, ami elég drágák. Úgyhogy most úgy vagyok a karakterrel, hogy mint látjátok, azért egy jó pár dolog fejlődött. Ugye a lovaglás az 243-nál, az egykezes kard 119, ugye a pólárm az egész magas szinten van, 190-es. Az atletikát is húztam egy picit, mert ugye azt is szeretem ugye magasan tartani. A smithinggel is foglalkoztam egy picit, nem olyan sokat, illetve a scouting is egész jól, charm, illetve a leadership, ugye a charm az a küldetések miatt egész jól fejlődik, a sztárjuk pedig azért, mert van velem egy társ, ő. És ugye jelenleg túl is vagyunk súlyozva, úgyhogy mindjárt fogunk itt lepakolni cuccokat. Ugye ő itt a kis szakállas emberke, itt a egyik társunk. Őnek is aránylag elég jó kis pontjai vannak, ugye a egykezes kard ugye tud crossbowhozni, illetve hát lovagolni nagyon minimálisan. Ja, ő nem is az, bocsánat. Ő a kereskedő karaván, de rá is majd ki fogunk térni. Ő az ugye tehát lovagolni egész jól tud, illetve egykezes kardozni. Illetve a pólármal is egész jól bánik, úgyhogy ő egy ilyen olyan kísérő egyenlőre. Az atletikája nem olyan erős, de majd azon is fogunk egy kicsit csiszolni. Ugye rajta is van ruházat, és akkor térjünk át a klán nézetbe. Ugye, mint ahogy láttátok, van ugye karavánunk, itt van, ugye aki szépen hozogatja nekünk a pénzt, ugye az a fűszerárus, ugye ő is aránylag fel van szerelve, kapott lovat meg, minden egyéb dolgot, hogy ezért tudjon menni, meg jól felszerelt embereket. Ugye szerencsére elvileg addig nem támadják meg, amíg nem lépünk be vazalusba, és nem kerülünk háborúba. Ugye van bevételünk, ugye a kiadásaink elég alacsonyak, úgyhogy 27 ezeren áll most jelenleg a büdzsé, és mint ahogy itt láthattátok, már van három workshop is, tehát kimaxoltam a workshopokból azt, amit lehetett, és mind a három ebben a városban van, ugyanis ezt a várost szeretném majd megtenni a birodalom központjának. Ugyanis én szerintem aránylag, hogyha megnézzük, ez a város úgy, azt nem mondom, hogy középen van, de elég sok mindent ugye el lehet innen érni, kivéve ugye az északiakat, illetve a ezen a területen lévő törzseket, a kuzaitokat. Amit a mai nap folyamán viszont fogunk csinálni, tehát ahhoz, hogy kereskedni tudjunk, ugye kellenek lovak és katonák, és a hadseregünk nem fog másból állni, mint teljes mértékben lovasokból. Úgyhogy innen jön az, hogy miért is választottam ezt a régiót, ugyanis ezekben a falvakban, mindegyikben olyan alapegységet tudunk felvenni, ami a birodalmi lovasok, úgymond legjobbjait tudjuk belőle kiképezni, és nekem ez a tervem. Tehát itt már ugye alapból vannak lovasok, ezek pedig gyalogság. Ez pénzbe fog kerülni, nem kevésbe, de most erre fogunk rámenni, és fogunk lovakat is fölvenni, és utána majd neki fogunk tudni állni a kereskedésnek, hogyha ezeket is szépen fölhúztuk. Azt hiszem, hogy ez már jó. És kellenek a lovak, minél több, annál jobb. Ezeket majd ne adjuk el, köszi játék, és akkor toborozzunk. Ezekre a katonákra van szükségünk, csak ezekre a kettes szintű katonákra. És őket reméljük, hogy elég hamar föl tudjuk húzni. Szerencsére a sebességünk elég nagy és elég jó. Oké, itt is. Itt még nem tudtam valami miatt reput csinálni. Ennél a városnál egyszerűen nem akar adni, tehát nem tudom, hogy miért.
Pedig nem lenne rossz. A többin azért már úgy repuszgattam. Tehát itt ez a négy város az, ami nekünk a lovasokat fogja szolgáltatni, mint hogy látjátok. És már vagyunk is 21-en, ami nagyon jó. Visszamegyünk, megnézzük, hogy a lovak még azért itt hogy állnak. Igen. Stable horse, azt hiszem ez is, nem, ez már izé, ez már munkásló. Akkor ez nekik most nem kell, ugyanis így is elég sok izénk van. Mivel pénz az van, így nem nagyon sajnáljuk arra, hogy legyen elég lovunk. Oké. Tehát 6,59-re tudjuk szelni úgymond a térképet, így hogy ennyien lettünk. Most pedig elmenjünk és megpróbálunk egy pár looter csapatot szétszedni. Ugyanis most már elég nagy a szintünk van ahhoz. Ott is vannak. Hello! Elég nagy szintünk van ahhoz, hogy ne kapjanak el minket, és ne azt nézzétek, hogy fogolyként hurcolnak. Jó. Azt mondja, te vagy a... Nem, én vagyok a régi. Ja. Mi ugye beállunk a lovasokhoz. És az a jó ezekben az egységek, hogy egyből van pajzsuk. Tehát, hogy ők már egyből pajzsal rendelkeznek. Infantry! Move! Form a shield wall! Ugye főleg őket kellene fejlesszük. Tehát ők lesznek azok, akik előre mennek Shield Wall formációba, mi kísérjük őket. És így nézzük, hogy hogy harcolják le ezt a kőkemény 9 darab banditát. Tudom, annak a katonának kiadott feküdj parancsot, de annyira nem tetszik, hogy ő csak így lefekszik. Oké, mehetünk tovább, reméljük, hogy hamar felépül. Ugyanis a... Aha, forrest banditák. Ők viszont nem annyira jók, ide viszont benézünk Lagetába. Ugyanis továbbra is a... arénákon részt veszünk, ugyanis ezzel tudjuk minél több pénzt teremteni, ahhoz, hogy utána majd termékeket is tudjunk vásárolni és vinni A-ból B-be. És igazából beindítsuk a kereskedelmet. Az szép volt. Az igen. Hát ezek szinkronba borultak, ez nagyon jó volt, ez tetszett. Kardot elé. Menj előre, faj! Az Isten neki! Az én emberem volt szegény, de ez van. Azt hiszem ez a... Ah, ez egy íjász. Eredetileg.
Minden ez a pénz az, ami is szükséges, hogy legyen. Hát ez sajnos nem egy nagy értékű felszerelés, sem az, ami rajtunk van. Úgyhogy tovább is vadásszuk szépen a lootereket, és megpróbáljuk feljebb húzni az embereket. Forest bandita, nem akarok forest banditákkal küzdeni. Az a baj, így jászok, tehát hogyha lennének lovasaink, több. Looter, gyertek csak ide. Nem akarom beküldni az egységeket, mert biztos, hogy elbuknak. Most ez a lovas, ez én vagyok? Tehát én betettem magamat ide, nem? Aha. Ez én voltam. Infantry! Give them hell! Van egy elég jó sebző hosszú láncsám. Ugye ezekkel már azért nem lesz probléma leszurkálni ugye a kis kedveseket. Most így megtörtük őket. És így tudnak fejlődni az egységeink. Jó, mert ugye a ló is jobban van páncélozva. Oké, megint megtörtük őket. Ugye ezt mindig ne felejtsük el, tehát hogy ez realisztikus. Mi fejlődött, kaptunk egy pontot, ezt majd elosztjuk. A kereskedéssel is foglalkoztam egy nagyon picit egyedül, de ugye, tehát, mint ahogy mondtam, nem tudsz egyedül hasznot termelni, igazán nagy hasznot, mert nagyon kevés cuccot tudok magammal cipelni, egymagam. És felvettem az emberkét, meg egy pár lovat, és akkor úgy mentünk egyik városból a másikra, de az még most jelenleg ilyen kicsiben nem termel elég hasznot. Visszajövünk, megnézzük a falut. Toborozzuk továbbra is az egységeket. És nekünk ezek kellenek. És hogyha van küldetés, akkor azt elvállaljuk és megcsináljuk. Veszünk lovakat. Mindent, ami mount. Ez már nem. És hozzuk az egységeket. Itt már ugye van lovas is. Majd feleséget kell válasszunk. Hamarosan. Tehát arra is figyelni kell. És ugye innestől fogva a fizetés szépen kúszik fölfelé. Így az embereknek. Á, hellóztok! Hát pont titeket kerestelek. Hogy vagytok? Jaj, ne sötétbe harcoljunk, nem akartam veletek beszélgetni. Köszönöm szépen, menjetek az erdőbe egy kicsit, úgy világosodjunk ki, lássatok ti is valamit. Azaz, majd most nekik esünk. Elvileg jóknak kell, hogy legyünk a Footman on Horse, tehát még kellenek lovak. Attakoljuk be őket, ugyanaz a szituáció. Hát ez most ugye egységfejlesztés. Továbbra is betesz oda. Egy ilyen kétsoros... Nem titeket, te maradjatok itt. És akkor... Azaz. Ready. Megmondjuk nekik, hogy... Mehettek. Hogy ők már alapból tényleg tehát páncélozott, vagy pajzsos egységek lányzsával is el vannak szerelve. Tehát úgymond lovasságot is elég könnyebb, nem könnyen, de elég könnyebben meg tudnak állítani. Mi
Még azt nem szeretem, mikor itt szétválnak. Hagyjuk, hadd ütközzenek bele. És most. Egy összeesett, még egy összeesett. Jó. Mai részben még valószínűleg fogunk felvenni orvost is. Ouch. Ezt nagyon szájba szúrták. Itt a srácok. 13 darab lépett szintet. Harmincét, ugye kettő sérült, és már fullon is vagyunk. Vagy nem 39, azért mondom. Többen kéne, hogy legyetek. Mindenképpen ezt a területet kell majd először megszerezzük valahogyan. Még nem tudom, hogy hogy fogunk erre sort keríteni, de az biztos, hogy meg fogjuk tenni. Viszont meg kellene nézzük, hogy tudunk-e már olyat, na találkoztunk-e, aki orvos. Színű, hogy nem. Te nem vagy orvos. Te sem vagy orvos. Te sem nézel ki orvosnak. Te velünk vagy. Ez is inkább ilyen kétkezes pólármos kovács. Ez például egy jó kovácsnak. Nem lenne rossz. Te se vagy orvos. Meg te se. A többieket meg még nem találtam meg. Ott látták utoljára, most felkeressük őket, közben meg azért szétcsapunk egy-két karavánt, vagy lootert, és akkor visszafelé viszont már lehet, hogy onnan hozunk nyersanyagot a mi városunkba. Ugye fát is lehetne vásárolni, lehet, hogy majd a falvaktól fogjuk beszerezni a cuccokat. Nézzük már, hogy aha, a tenőri az nagy pénzt hoz, ez nem volt rossz választás. Oké. Okay. Hogy hívtak téged? Ó. Szárgyúja egész nagy. Meg a trédje is. Te egy ilyen városi, hogy hívják neki? Jó. Hát, welcome in board. Beszéljünk csak még egyszer. Tessék, itt van, jöhetsz. Már abban a pillanatban. Jó. Nézzük meg, mi az, ami itt olcsó. Először eladjuk a szemetet, mert a szemét az nem kell. Húsunk az van, annyit a szemét. Itt sört el tudunk adni jó áron. Meg ezeket is. Ugye azért zöld. Ezeket szaláron tudjuk. Oké, mi az, amit el tudunk innen vinni? Semmit. Ez az ár.
130-re azt mondja, el tudom adni. Vegyünk egy 15-öt. Ezt olcsóbb. Hozzuk kellett volna ide sört. Most ezeket visszavisszük, és megnézzük, hogy milyen összeg, bár össze kellett volna számoljuk, hogy mennyit költöttünk, és mennyi lesz a haszon. Úgyhogy most visszalovagolunk. Így van még egy csajszi velünk. Nekünk majd nézzünk lovat meg ilyeneket. Egész egy, 6,5, tehát hogy azért az egész jó. 714 pluszba vagyunk még így is, ha jól értem a játékot. Hát ez valamikor jó megy, valamikor nem. Oké, trédeljünk. Aha, tehát a szerszámot azt nagyon jó áron tudjuk eladni. És ezt is jobb áron tudjuk eladni. És ezt is, tehát akkor ezek szerint ezekkel most jól jártunk, tehát ez egy jó kör volt. A scoutingja felgyődött. Hát inkább utazzál gyorsabban, légy szíves. Aztnak jobban örülnék. Azt mondták, hogy a sör ott kutya jó áron veszik, ugye? Aha. Jó, hát ezt orvosoljuk. Ez drága ló. Chargerek is jöhetnek, ugye akkor nő a cucc, amit... Ez a komoly páncél. Na majd egyszer. Workkel pedig tudjuk növelni a súlyt. Most az a kérdés, hogy kaptunk egy hervet? Nem. Jó, nézzük tovább, mit tudunk még elvinni innen is, eladni ott. Itt nem jelzi zölddel. Ilyet kéne hozni. Ezt ne felejtsük el. Hát ezen lenne egy kis haszon, de nem nagy. Hát 128-ért veszik az ezüstöt, de azt nem vihetjük el, mert az kell itt, ahogy hívják. Heten 9? Hát ezt akkor elvisszük. Leveling. Küldi nincs, úgyhogy nem foglalkozunk vele. Oké. Egy lovas hagytak nekünk, de jó. Itt meg annyit se. Vagy ugye nem jöttek még vissza, hogy feltoboroztuk őket. Ez az, itt viszont igen, nem, akkor ezt valaki összeszedte, hogyha itt már fullon van, amoda meg nem. 90 fő is lehet a parti, úgyhogy...
Luther banda. De is harcolták őket. Raid. Tehát ezt itt baromi jó áron el tudjuk venni a lovat is. Ez ugye 104-ért veszi, nem tudom mennyiért vettük mi. Ezt nem jó áron, de ezt meg ezt itt jó áron tudjuk eladni, meg a sört is. Oké, sörből ennyi nem kell. Aha. Hogy valami már bukó lesz. Király. Nézzük a kaját. Ebből se kell ennyi. Szerintem egy ilyen 10-10 egyelőre kajákból elég. Egyelőre. Sörből is visszább tesszük. Han, itt még olíva sincsen, tehát valószínű azt is jó áron tudnánk. Hát mondjuk annyira nem. Lagetába tudjuk venni 18-ért. Osztriába 24, itt meg 35-ért tudjuk eladni, jó? Akkor azért elmegyünk. A Lageta is útba esik. Nézzünk a kocsmába, te ki vagy? Hű, barátom! Nem leszel a csapatom tagja. Nem akarlak megsérteni, de... Ide is hozhatunk volna cuccokat. Ezeket a lovakat veszik ott drágán, nem? Várjunk, még lovat vették ott, Dagan, a Work, már nem emlékszek. És az a baj, itt meg nem is írja konkrétan. Na mindegy, kereskedjünk tovább. Így csak két oliva van. Ne szívassál már. Butter, butter van. Uff, ezt el kell vinni mindet. Ez senkinek nem kell. Sajt. Sajtot is visszük mindet. 2807-et költöttünk eddig. Már ezért költöttünk, de ebben van más is. 3065. Most visszamegyek oda, és eladom a cuccokat úgy, hogy csak 10 maradjon. Tehát 3065-öt fizettünk. Úgyhogy ebben a kaja is benne van, meg minden. Itt a scoutingunk, az nem baj. Oké. Ide jövünk. Aha. Három ezer 300-900, úgyhogy még vásároltunk is, tehát nem nagy pénzt csináltunk. De a trédünk is nőtt legalább 4 pontot ezzel. Királyság. Én ezt nem beállítottam. Halló? Én nem okéztem, ne? Oké.
Hát mire kéne még fókusz tenni? Most egyelőre semmire nem teszünk. Mindenek van hova fejlődni, úgyhogy később meglátjuk. Itt meg szegényke, akiből majd trader lesz. Majd föl fogjuk szerelni, és trader lesz belőle. Egyelőre ez a kereskedés nem hoz akkora keresletet, mint amennyit én várok tőle. De valószínű, mert nem választok elég jó cuccokat. Azt a mindenit! Levágtak minket úgy, mint a kutyát. Jó. Nézzük itt, mivel tudunk kereskedni. Tizenhatért megveszik, 29-ért tudjuk eladni. Ez nem jó áron van. Lagetába 67-ért lehet eladni a vasat. Menj már, akkor átviszem oda. 136-ért? Elvisszük mindet. Ebből is. Hogy állunk súlyjal? Még fér egy kicsi. Hetvenöt a bor. Azzal nem járunk jobban. Ez is. Oxteria 400. Uh-huh. 9000-et költöttünk. Útba ejtjük Lagetát. 9292-t költöttünk. Már nem emlékszek, hogy mit hol kell adni ezt szarabbul. Iron ore jön ide. 1003, ez nem. Ezeket meg akkor izébe kell vigyük. Ausztériába. Van olyan, amit még tudunk oda vinni. Fa. Sót is jó áron veszik, de az meg amoda van, azt mondja, kell nézem. Ebből nem keresnénk sokat. Oké, akkor 11 000-be vagyunk, amit költöttünk. És most lemegyünk a kis városunk, a leendő városunkhoz, meg nem a miénk. És megnézzük, hogy jól kalkuláltunk-e, mennyire hazudott a játék. Hát ebbe hazudott, meg ebbe is. 12 000-et kerestünk, tehát egy 1000-es jött össze így most. Úgymond. Ugye visszatöltjük a készleteket. Két skill pontot kaptunk. Ez majd később lesz igazán jó ez a kereskedés, tényleg nagyon sok cuccot tudunk vinni egyik helyről a másikra.
Ezek itt egész jó hozzák a lóvét. Még mindig pluszba vagyunk, ez tökéletes nekünk. Van egy aréna, ezt meg fogjuk nézni. Hát egy kardot lehet nyerni. Ajaj. A lovat ütöttem meg. Lecsapkodok akkor mindenkit így. Hoppá! Naj meg, meg... Nézd meg, is leszurkálnak, érted? Legalább tovább jutottunk. Ha megöltem a fél pályát, azt leszurkálnak izéren, lóról. Gyertek ide a pofonotokért! Nem bírtam eléállni. Azaz, nagyon ügyes. Mellé. Ennyi, oda kell szépen csalni a társhoz is, akkor elintézi nekünk. Nekünk csak a pajzsot kell tartani. Vagy éppen mi intézzük el, hogyha oda. Egykezes, de nem jobb, szerintem. Mostra viszont jobb. Neked szerintem jó lesz. Oké. Okay. Aztán adjuk el kell a izének. Hmm. 84-re el tudom adni, ez majdnem a duplája, nem? Aha, overbőrön van. Kilencezret költöttünk, de vennünk kell még lovat is.
És 6,5-tel tudunk repeszteni. Nagyon jók vagyunk. Ezt kifosztották azt a csóró falut. Ott ostrom van, nagyon jó. Oké, na lássuk, mi az, amiből több van, és el tudjuk adni. Ez biztos. Ez még így is megérte. Ez már annyira nem. 6000. Nem emlékszek, mennyit költöttünk. 9000-et, nem? Hát akkor... Elég rossz kör volt. Mondjuk vettünk lovat is, de akkor is ez elég rossz kör volt. Így ebben a formában. El tudjuk adni lagettába 70 ér, azt mondja. És itt 36 ér vesszük. Ezt próbáljuk már meg. Ilyen lagetás kanyart nyomunk. Amit a 8 ér, biztos nem viszem át annyira. Nézzük ki, hogy méri meg, meg mi nem. Szóval ezt is legetelve el tudjuk adni 48 szélet, ez nem éri meg nekünk. Jó, menjünk csak ennyivel most. Aztán átmenjünk a Rotteába, vagy hogy hívják. Megnézzük ott is. Ugye most a shoppok, a kereskedés, ez mind-mind hozza nekünk a pénzt. Pluszba. Meg ugye mi is próbálunk kereskedni. Ugye megtalálni azt, ami a legjobb. Hát ezzel megszivattak minket. Ezzel talán annyira nem. Így. Hát menjünk ide, megnézzük, hogy ott mit mondanak. Kereskedés. Aztán lehet, hogy meg beállunk zsoldosként a birodalomhoz. Hűha! Milyen sereg vonul. Ezek a tornák a legjobbak, főleg, hogyha lovat adnak. Nem ilyen bozogányt, meg ilyeneket. Ó, ha haltok egyből. Mondtam. Ügyes, ügyes. Ó, bakker, pont kiütöttétek alól a lovat. Ügyes volt amúgy.
Hagyjatok már, bolondok vagytok! Lőd le! Öld meg! Baszasz. Szerintem ez a kereskedés tényleg annak jó, aki egy kicsit jobban benne van, de... Ouch! Nem adjuk föl. Kellene hozzá még szerintem a skill-ek. Ahhoz, hogy jók legyünk. Ugye nekem most a kereskedésnél a hadizsákmány van kihúzva. Tehát itt ugye ez az, hogy az ilyen felszereléseket, amiket az izéktől elvettünk, a lúterektől, meg ezektől, hogy az profitál, ugye ez az, amikor termékeket adunk, és 15%-kal kedvezőben kapjuk, azt hiszem. Itt majd termék. Szerintem ezt kell majd nekünk. Utána. Hát az egyik se jó. Na, tehát itt majd itt szerintem később lesz az, ami igazán megéri. És ez a legjobb része ez. Tehát, hogy városokat tudunk venni, meg ilyeneket. Kivásárolunk majd mindenkit. Nem igazán fogunk arcolni, hanem ki akarom vásárolni ezt a várost. Ezt. Azért akarok majd... Jaj! Nem néztük meg azért a kereskedést, amiért jöttünk. 810 is komolyan? Úristen. Ez kárút ideig ellovagolni. Oké. Okay. Ez meg ez jöhet, ez kellni fog. Sör, ezek nagyon sörösök. Jó. Egyszer is, akkor most pedig menjünk rá a profitra. Van itt valami olyan cucc, amit... Ez azt mondja, bárhol eladhatom. Aha. Ezt vigyük el. 3000. Ez is jól jön. Ez jó lett volna hozni szépen. Meglátjuk. A lagetába kéne eladni ezt a cuccot. Jó, hát 3900 végül is. És sebességünk az, ami barom jó. Na, 50-es lett a skillünk.
És azt mondtam, hogy ezt fogjuk húzni, bár lehet, hogy rosszra tettem. Ne fosszátok ki, ti szemetek! Nem baj, hát, hogyha legalább lesz utána küldetés, de a lovak, a drága lovak. Azt már kifosztották. Ezt is kifosztották. Ó, te. Ha mindjárt neked megyek. Sharpshooter. Hát azért vannak benne elég erős egységek. Végül azok a crossbowmenek nem olyan. Á, bakker. A drága lovak. Azt majd írjátok meg srácok kommentbe, hogy maradjunk szabadúszók, vagy pedig csatlakozzunk a birodalomhoz. Mert ha csatlakozok, most a birodalomhoz szeretnék csatlakozni. Csak mondom, azt írjátok meg, hogy... hogy nektek mi a véleményetek, hogy maradjunk így szabadúzók, és csináljuk meg azt, hogy ki tudjuk vásárolni maguknak azt a várost. Mert ugye nem lenne, az se rossz, nézzük csak, hogy állunk. Ez is szépen növekszik. Uff. Vagy pedig... Hát ez itt mind a ketté nagyon jó. Legyen ez. Hiszen elvileg a shopok az, amik hozzák nekünk a jövedelmet. És hogy elvileg ez ezekre fog hatni, és akkor ezzel növeljük a lóvét. Tehát majdnem... nem majdnem, hanem 700 pénzt hozunk, tehát majdnem egy ezrest keresünk, és 700 marad a zsebbe. Ezért kéne még egy karavánt kiállítani, de ugye kevés a lóvénk. Mindenképpen figyelni kell, hogy mi és hol. Igen, ez ugye 6-ba kerül, és legalább 8-ért tudjuk eladni. Ezzel nem foglalkozunk. Ez 13. És az igen, Rotelba 37, akkor Rotelba fogunk egy szállítmányt levinni. Ez 30. Nem. Nem. Ez 201-ért veszik Rotelba. Ezt is elvisszük. Nem. 229, akkor jöhet ez is. Hogy állunk súlyjal, még fér. Csak olyat viszünk, ami odavaló. 60. 5 nem jó. 159 jöhet. Nem jó. 55 nem jó. 5 csak vásárolni tudjuk. Mondjuk ez itt elég drága. 9-ért tudjuk vásárolni Makebban. Ez egész jó. Hogyha ide hoznánk le onnan, akkor az jó volna. 5 nem. 20 nem. 15. Hát nem tudom. Elvigyük ezt is. Végül is elfér. 35. Nagyon drágán veszik a sört. Itt egy sört kell hozni. 55 rotel. Hát legyen.
Ha lehet, nem kell felvásárolni mindent, és akkor még jobb vagyok. Amíg elkezd fölmenni az ára, jó. 6000-et költöttünk. Mondjuk elég messze van, tudom, közelebb falut kell választani, legközelebb. Még ezt a kört megnézzük, hogy ez mit profitál. Ugye 6000-et költöttünk, azt ugye mondtam. Nem. Oda lovagoljál el gyorsan. Szikrázzanak azok a patkók. Itt egy nagy sereg. Banditák. Igen, azok is banditák, azok nem fognak nekünk jönni, de majd mi nekik fogunk menni. Uff, jól leszaporodtak, oké. Na, trade. 6000-et költöttünk, azt hiszem, jól emlékszek. És akkor, amiből nem 10 van, szintet eladjuk. Még mindig pluszba vagyunk. Most már nem annyira jó az ár. De még mindig pluszba maradtunk. 8000-et csináltunk. Na ez most szerintem jó kör volt. Tehát ez nem volt rossz kör. És azt beszéltük, hogy sört kell szerezni. Hát nézzük csak meg, hol van nagy mennyiségű sör. Sör? Igen, Sargotban jó pénzért vesz, sőt, mindenhol jó pénzért veszik a sört. Tehát innen, ha elviszem 30... Nagy biznisz lesz ez a sör, 2800. Hát igen, itt már azért drága. Hűha. Minél kevesebb az áru, annál ízésebb. Menjünk el oda. Nézzük, mi lesz. Nem is viszünk egy adag sört. Mondjuk hozhattunk még volna ide mást is. Hogyha azt mondom, hogy nem kell csak 10 sör, akkor 3700. Jó. Szóval így fog majd keresgetni, vagy kereskedelmet nyomatni föl és alá. Ezek mikor lesznek újra faluk? Sose. Felgyújtották szegényeket. És még segíteni se tudtam nekik. Nem baj, ezeket itt mindet felvásároljuk. Itt baj lesz. Mondjuk én szerintem, hogyha másnak a kezére kerül ez a város, akkor se lesz probléma, mert én úgyis semleges maradtam. Tehát kimaradtam ebből a csatában, elfoglalták. Kérdés majd, hogy hol fognak tovább menni. Ezret kerestünk, menj már. Szép.
Már 30 ezeren állunk, úgyhogy azért szépen most már jön a pénz. Jó lenne, hogy itt visszaállnának ezek a faluk a rendes kerékvágásba, talán az meggyógyult. De mi mindig nem akar nekünk küldit adni, ami miatt szomorú vagyok. És veszünk föl egységeket. Kimaxoljuk, amennyire tudjuk az egészet. Kell majd nézzem a... És mindenki csak és kizárólag lovassági egységekkel fogunk támadni. Jó, itt megállunk, srácok, és ki nem fogjuk fordítani. Írjátok le akkor, hogy így most mi volt a véleményetek, hogy továbbra is hagyjunk esetleg több részt. Vagy mehet tovább így. Mondom, egy picit most húztam a karakteren, tehát jóval erősebb, mint eddig volt. Ugye most már a pénzzel sincs gondunk, tehát folyamatosan jön. Ugye 3 darab workshop van, van egy karaván, indítani fogunk még egy karavánt. Azt hamarosan be fogjuk állítani, csak föl kell majd szerelni a csajszikát. Úgyhogy ezt be fogjuk állítani, ő is menni fog, és szépen itt róják az utakat. És mondom, mindenképpen azt el akarom érni, hogy tudjunk kivásárolni városokat. 833 defender, az komoly. És akkor ezt a várost, ez az első város, amit szeretnék megvenni. Mert itt nagyon jól lehet otyékolni, és aztán ezt a kastélyt fogjuk felvásárolni. És vagy erre fogunk lefele terjeszkedni, majd így a térképen, vagy pedig innen harapunk ki majd egy szép szeletet. De én amondó vagyok, hogy tehát mivel ez itt elég jól kiesik, lehet, hogy ezeket kéne először, meg ugye a kultúránk is ide tartozik, tehát erre a része, tehát ezt a két várost meg kastélyt itt el megvásárolni, de ugye ez a jövő zenéje, először stabilizáljuk a gazdaságot továbbra is. Tehát ugye felszerelésben aránylag most már jól állunk, katonákkal azért kezdünk jól állni, hopp, fejlődnek is szépen. Úgyhogy szépen jönnek itt a izék, téged följebb teszünk. Őt majd úgy fel kell öltöztetni és el kell küldeni dolgozni. Harci lovak kellenek, ott van Imperial Heavy Horseman. Ti pedig ide jöttük az elejére. És akkor itt szépen fejlődnek ugye az egységek majd. Itt pedig már Imperial Katafrakt. Tehát, hogy azért ezek kellenek nekünk. Ezek az egységek. És ilyenekkel fogjuk magunkat körbevenni, és ezzel fogunk csatába vonulni. Nem sok különbség van ugye a kettő között, annyi, hogy ennek ugye megvan már a váll páncélja is. És szépen azokkal fogunk csatába indulni, és reméljük, hogy mindenkit is letarolunk, és csak is kizárólag mondom, tehát lovasságra fogunk támaszkodni. Megpróbáljuk ezt a taktikát, hogy mennyire működik. Megpróbálom több kis csoportokra majd elosztani a lovasokat, és úgy menni csatába velük, hogy egyszerre több irányból is be tudjunk csapódni a lovakkal. Lesz egy álló része neki, ami felé majd jöhetnek, meg majd több kis csapat. Na mindegy, majd meglátjuk, hogy ez még hogy lesz. Úgyhogy várlak vissza benneteket legközelebb is, addig is jók legyetek, ali-ali, sziasztok!